Következő vendégen Tóbiás József, az MSZP elnöke. Jó reggelt kívánok, reggelt, köszönöm, kívánok, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mit gondol a miniszterelnök úr felvetéséről, a halálbüntetés átgondolásáról, hogy ezt napi renden kell tartani? Csak olyankor veszi elő a miniszterelnök ezt a témát, amikor már nincs érdemi kormányzásra programja. Nem tudja, mit kellene tennie, ezért bedob olyan témákat, amely valójában megoszthatja a társadalmat, viszont eltereli a valóságról a figyelmet. Nem inkább arról van szó, hogyha történnek olyan tipikus, karakteres, súlyos bűncselekmények, gyilkosságok Magyarországon, ami érthetővé teszi mondjuk ennek a kérdésnek, tehát hangsúlyozom, ennek a kérdésnek a felvetését? Hogyha a kaposvári gyilkosságról beszélünk trafikügyben, akkor valójában először közvetve az önvizsgálatot kellett volna elvégeznie, hogy miért hoznak olyan törvényt, és miért alakul ki az a szabályozás, amely mentén ilyen típusú rablások, bűncselekmények, vagy most éppen a legtragikusabb egy gyilkosság elkövetődhet. Az MSZP álláspontja ezzel kapcsolatban, ha már a trafik törvényt ugye említi, és azt a sajnálatos súlyos bűncselekményt, tragédiát, gyilkosságot, akkor mi az álláspontjuk a trafik törvény esetleges módosításával kapcsolatban? Nincs értelme módosítani. Meg kell szüntetni a trafik törvényt. Önmagában, úgy, ahogy van, úgy, ahogy nincs van. Szükség trafikra az MSZP szerint? Nem trafikra nincs szükség. Arra nincs szükség, hogy haveroknak kézen közön kiosztott üzleteket továbbra is fenntartson a kormányzat, hiszen pontosan emlékszünk, hogy hogyan kerültek kiosztásra ezek a koncessziós jogok. Az pedig önmagában egy probléma, hogy ha már akarja szabályozni a dohánytermékek forgalmazását, akkor azt meg lehetett volna tenni a 47 ezer trafik dohányáru bolttal kapcsolatban, és amely mondjuk a törvény megszületése előtt rendelkezésére állt, tehát működőképes volt. Önmagában az a probléma, hogy most magyarázkodhatunk, hogy ha majd lehúzzák, akkor nem látszik, meg el kell dugni a terméket. Gondoljunk bele életszerűen. Az ember bemegy egy benzinkútra, bemegy egy bevásárlóközpontba, pontosan tudja, hogy hol van az a termék, ahol azt ő meg akarja venni, viszont egy olyan térben van, nyílt térben van, akkor is jár, közlekedik ott ember, sétál ember, nem lesz magányos az az eladó, aki egy bezárt térben üldögél, és azon imádkozik, hogy a kamerák utólag majd rögzítik el, hogyha esetleg őt bántalmazzák, vagy legjobb esetben kirabolják az üzletet. Egyszerűen meg kell szüntetni, vissza kell adni a jogot azoknak, akik ezzel akarnak foglalkozni. Egyetlen egy cél nem teljesült abból, amit a kormány eldöntött, kivéve persze az, hogy az ismerősöknek, barátoknak, haveroknak kiosztották a trafik koncessziós jogot. Hát nem tudom, hogy persze van-e okozati összefüggés, de én, amint az elmúlt időszakban olvastam egyébként statisztikát a dohányzással kapcsolatban Magyarországon, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt nem tudom, hogy bizonyított-e. Minden esetre Magyarországon csökkent a dohányosoknak a száma. Ez sem lenne elegendő érv? Hát nem hinném, hogy a trafikkorlátozás hozza létre a dohányzás csökkentését. Lehet, hogy sokkal inkább egy tudatos életmód. A válasz másik fele, vagy a kérdésének a másik fele pedig az, hogy megnőtt az illegális cigarettakereskedelem, és csökkent a bevétele az államnak. Ha lenne módja az MSZP-nek, akkor csak úgy összefoglalva az ön gondolatait, elnök úr, önök egy-egybe beszántanák ezt a trafik törvényt. Pontosan így van. Megszüntetnék. Megszüntetnék. Teljes egészében. Nincs erre módjuk. Ebből adódóan abban látnak fantáziát, hogy a fóliák helyett, tehát az ablakokra, üvegbejáratokra, ajtókra kihelyezett fóliát nyugodt szívvel mindenki szedje le, és úgy folytassa a munkáját? Én nem fantáziát látok benne, mert önmagában ez egy pótcselekvés. Maga a probléma az, hogy ilyen törvény megszülethetett, és most magyarázkodik a kormánypárt, hogy mit meg lehet tenni. Ehhez képest még azt is előírták, hogy milyen mintázatnak, milyen logónak kell lennie, milyen méretűnek kell lennie, milyen bútorzatnak kell lennie ezekben a trafikokban. Ma egyszerűen, életszerűen mondjuk azt, hogy tessenek lehúzni, lehessen belátni, lehessen látni az embereknek, hogy mi zajlik egy ilyen helyen, ne következzen be még egy tragédia, mert nincs értelme. Odáig már el sem megyek, hogy most már látom a módosításokat, hogy amúgy 12 éven felüli gyermekkel is be lehessen menni, mert őszintén mondom, lehet látni, hogyha egy szülő, és most lehet őt ezért elítélni, hogy egy dohányzik egy szülő, de mégis így van, akkor a gyerek ott áll kint a lefóliázott ablak előtt, és várja, hogy a szülője kijöjjön, miközben ő vásárol egy dohányterméket. Mi van, ha valaki elkíséri majd a gyereket?
akkor miről fogunk beszélgetni? Hogy a gyerekre is kell majd korlátozást adni, hogy tényleg ő is bemehet, tényleg az élet igazolja, hogy nincs szüksége erre a szabályozásra. Van szükség a megelőzésre, van szükség a felvilágosításra, rengeteg dolgot megtehetne a kormány, nem büntető szankciókkal kellene korlátozni ezt, hanem preventív, megelőző módon. Beszéljünk egy másik témát. Nyilván itt most szerintem mindenki nagyon-nagyon kíváncsi arra, hogy milyen lépéseket tesznek, vagy lehet-e egyáltalán bármilyen lépéseket tenni trafikügyben. Beszéljünk egy másik fontos témáról. Ugye önök nem feltétlenül értenek most egyet azzal, hogy a nemzeti földalaphoz kerülne több százezer hektárnyi föld, ami ugye jelenleg a nemzeti parkokhoz tartozik. Így van. Tehát a nemzeti parkoknak egy része. Így van. Miért probléma ez önök számára, hogy végre van egy szervezet, hát ez már régebb óta van, de hogy ezek a, vagy ez a szervezet kezelné, gyakorlatilag felügyelni ezeket a földeket? Hát nem a felügyelet. Önmagában a nemzeti parkoknak a létrejötte, az a nemzeti érték, az nemzeti kincs. Az pontosan azért van megkülönböztetve és elválasztva minden más földterülettől, mert ez az a terület, az a természeti adottság a Magyarországnak, amelyet óvnia kell, amelyet meg kell őriznie az unokáinknak is. Ez, jó, a, ez lehet, hogy a nemzeti földalap is meg tudja oldani ezt az óvást, ezt a védelmet. Nem, a nemzeti földalap értékesíteni kíván belőle földterületeket. Tehát hogy mondja? Értékesíteni kíván belőle. Honnan tudja ezt az MSZP elnöke? Hát nem, a törvényben van benne lehetősége. Hát nézze az elmúlt, csak a legjobb példa, a Hortobágyi Nemzeti Park. Mi zajlik most éppen? Most vizsgálat zajlik, hogy a hortobágyi területből elvettek földhaszonbérlet pályázatba, osztottak ki területet. Akkor mit várhatunk el, ha amúgy a nemzeti parkok óvták eddig, védték, védelmezték a természetet. Most pedig átkerül egy olyan alapba, nemzeti földalapba, amely semmi más nem csinált az elmúlt három évben, mint hogy szubjektív szempontokra hivatkozva ugyanúgy osztogatta a haveroknak a földet. Miért nem volt jó azon a helyen, ha eddig 20 évig képes volt védeni a nemzeti park törvénnyel, jogszabályokkal, magával a testületével, a kontrollal, 170 civil szervezet tiltakozik. Kárászúr, ez nem azt jelenti, hogy a politika vitatkozik. A társadalom jogos igénye, hogy szeretné látni, hogy kontroll alatt tartani azt a természeti területet. De miért, hogyha nincs kontroll, akkor ön mondja ki már, legyen olyan kedves, akkor mit lát ebben? Hát azt látom, hogy akkor fogja a Fidesz, és azt is szétosztja, mint ahogy eddig mindent. De... A kontroll nélküliség pontosan azt okozza, hogy a Fidesz azt akarja, hogy senki ne lásson abba bele, lehetőleg civilek sem, jogszabályok sem, hogy ő mit kíván tenni a földdel. És önök milyen lépéseket próbálnak tenni ennek megakadályozására? Inkább azt mondom, hogy ami eszközünk van, azt mindent szeretnénk felhasználni, de azért van egy nagyon fontos pont. Megérkezünk ahhoz, ahol a köztársasági elnöknek az elmúlt másfél-két év politikáját, elképzelését, ahol a fenntartható fejlődésről, a környezetvédelméről, annak megóvásáról nyilatkozott mind az ENSZ-ben, mind a hazai közéletben, most ő egy Rubikonhoz érkezik. Innen. Elfogadja a törvényt, ezzel lehetővé teszi, hogy a természetnek a védelme értékei azok károsuljanak, vagy megvédi őket. Legközelebb innen folytatjuk. Elnök úr, köszönöm, hogy itt volt.